A négyszeri földi legeléssel annyira kiszedte a gyökerét is, hogy csak ilyen szálkák maradtak. Gulyás János 400 hektáron gazdálkodik, földjein búzát, kukoricát, napraforgót termeszt, és csak úgy, mint a legtöbb Tata környéki gazda, azon a véleményen van, hogy a telente érkező vadlúd csapatok okozta károk mérséklésére sürgős megoldást kell találni. Simon Zsolt is több területet művel Nassá és Tata környékén. Az elmúlt években több módszerrel is próbálkoztak, ám a lúdcsapatok időről időre visszatértek. Az egyedszám növekedésével a veszteség is egyre nagyobb lett. Az elvetett területek kelésétől számítva kb. Október végétől okoznak problémát. Próbálkoztunk madárriasztőket kihelyezni, ez nem vezetett eredményre, egy idő után megszokták, akkor gázágyukkal próbálkoztunk. A természetvédelem, a gazdálkodók és a vadászatra jogosultak képviselői most egy kölcsönösen előnyös megoldás kidolgozását szorgalmazzák. Ennek első lépéseként szakmai egyeztetésre invitálták az érintetteket. Mi itt vagyunk, ezért álltunk az ügynek az élére, hogy megmutassuk, hogy vannak pozitív példák, lehet előrelépni, hogyha pozitív és előremutató lesz a kommunikáció itt a rendezvényen, és azt követően, akkor van esély rá, hogy nyugvópontra jussunk. A hasonló problémák kezelésére Európában és hazánkban is számos jó példa létezik. Valamelyest azért egy úttörő kezdeményezés mindenképpen. Létezik egyébként egy ilyen darú lúd célprogram a Hortobágy környékén. Ezt a célprogramnak a tapasztalatait szeretnénk felhasználni, hogy működik, nem működik, hogyan működik, vagy hogyan tehető még jobbá, és azt már itt Tata térségében így ilyen értelemben kiterjeszteni. A program előadásaiban többek közt a ludak táplálkozási szokásairól, az agrár környezetgazdálkodási program helyzetéről és a már működő mintaterületek tapasztalatairól tájékozódhattak a résztvevők.